A Galgahévízi önkormányzat hívta fel Kristóf atya figyelmét még múlt év novemberében arra a pályázati kiírásra, melyet a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal vidékfejlesztési támogatások igazgatósága írt ki vidéki örökségek megőrzésére. Ennek a pályázatnak a keretén belül megújulhat kívülről a helyi Szent Miklós római katolikus templom. Az egyházközségnek sajnos nincs most pénze a felújításra, és csak lehetséges végezni ilyen munkákat csak pályázati pénzekből. Örülök annak, hogy a polgármester úr is javasolta, és hogy lesz ilyen pályázat, és próbáljuk mi is közösen kiírni ilyen pályázatot a templom felújításra, ami a falu is büszke lehet ennek a templomnak, és csak na, közös összefogással, a polgármesteri hivatallal készítettünk ez a pályázatot. Ha ránézünk a templomra, látjuk, hogy nem annyira rossz állapotban van, de az út oldalán vannak a repedések, és ezért akartunk megóvni a templomot, a templom állapotát, és megerősíteni a falakat, és az volt első indoga, miért beléptünk a pályázatba, és akartunk felújítani közben is. Milyen javítások szükségesek még? Amit említettem, a fal megerősítése, a tarany sisak javítása, illetve tervezés közben kiderült, hogy a háború előtt a taranynak más teteje volt, ilyen hagyma alakú kapulája volt, és a műemlék javaslatából is ebbe is adtunk a pályázat, hát ha sikerülne a régi templomot újrahozni a helyre. A pályázatot az egyház nyújtotta be, de természetesen az önkormányzat is megadott minden segítséget, ami ahhoz volt szükséges, hogy az igényelt összeget megnyerjék. Tehát azért, amikor egy civil szervezettel leülünk és pályázni szeretnénk, és azt mondjuk nekik, hogy ez egy 100%-os vissza nem térítendő pályázat lesz, amivel az önkormányzat maximális segítséget nyújt, elindítja a pályázatot, megpróbálja úgy összerakni és segíteni a továbbfolyását, hogy ehhez igazándiból csak az ő olyan hozzájárulásuk kell, hogy papírokat és minden egyéb engedélyeket megszerezzenek, akkor én úgy gondolom, hogy ez az együttműködés ez csak sikeres lehet. Megérkezette már az eredmény? Igen, az eredmény megérkezett. Megkapta az egyház hét péntekén, hogy befogadták, elfogadták, és meg is nyertük a pályázatot. Igaz, hogy az igényelt 30 millió helyett csak 28 millió 200 ezer forintot kaptunk, de ez valószínűleg egy kis számszaki hiba miatt történhetett, de úgy gondoljuk, hogy ez is nagy eredmény, és ebből is meg fogjuk tudni valósítani azt a tervet, amit szerettünk volna a templom érdekében. A templom felújításhoz szükség lesz kőműves, ács, asztalos, lakatos, villanyszerelő munkára, bádogozásra, festésre, mázolásra. Biztos, hogy közbeszerzeztetni kell ezt a pályázatot, tehát elindítjuk a munkát, újra elkezdjük a tervezőkkel, kivitelezőkkel felvenni a kapcsolatot, közbeszerzővel, hogy milyen módon tudjuk ezt lebonyolítani, átnézzük újra a terveket, és hát ahogy kérik majd az irányító hatóság, úgy próbáljuk tovább folytatni a munkát, és leadni azokat a bizonyos számlákat munkálatokról, amik már el kell, hogy készüljönek, és folytatjuk valószínűleg a következő évben, mert azért ebben az évben nem valószínű, hogy tudunk vele végezni. Az atya említette, hogy elképzelhető, hogy az eredeti állapotot fogják visszaállítani, tehát hogy hagymakupolát kap majd a templom. Ez bele fog férni a keretösszegbe? Igen, ez azért került előtérben, mert a műemlékhivatal kérése volt, hogy amennyiben erre sikerül pályáznunk és nyerünk is, akkor az lenne a legtökéletesebb, hogyha régi barokk stílus szerint állítanánk vissza a templom állapotát. Hát és sikerült nyernünk, úgy néz ki, hogy igen, tehát maga a kupola alsó szerkezete megvan, javításra szorul, mert csak egy ilyen négyszögkupolát kapott akkor az abban az időben, amikor egy viharkár ezt tönkretette, és így megkaphatja ezt a hagymakupola szerkezetet egy külső festéssel, fal megerősítéssel. A Galgahévízi önkormányzat nagy becsben tartja templomát, hiszen közösségépítő szerepe erős a településen. Éppen ezért nem csak a pályázatok elkészítésében nyújt segítséget.
mindig megpróbálunk együttműködni. Természetesen a pályázaton kívül és a pályázat lebonyolításán kívül, valamint a munkálatokon kívül is nagyon sokban szeretne hozzájárulni az egyház olyan jellegű működéséhez, hogy ne legyenek különleges kiadásai. Szoktunk segíteni kertépítészetben, fűnyírásban, virágok ültetésében, téli hóeltakarításban és minden egyébben, amit a falu központját, az egységet nem bontja meg, és folyamatosan hozzátartozóként kezelve van az önkormányzat részéről. A Galgahévízi önkormányzat további fejlesztéseket szeretne véghez vinni a faluban, ezért még vannak olyan beadott folyamatban lévő pályázatok, amivel kapcsolatosan várják az eredményeket. Három olyan pályázata van bent Galgahévíznek, ami sikeres lesz, akkor még nagyobb meghatározó ereje lesz a falunak, hiszen kapunk egy helyi piacot ide a templom mellé, ami az őstermelőket, a biogazdákat és egyéb olyan termelőket fog kiszolgálni, hogy be tudják mutatni termékeiket, értékesíteni tudják. Ezen kívül beadtunk egy játszótérre pályázatot, amit az általános iskola mellett lévő önkormányzati területen próbálunk megvalósítani, és ami egy régi nagy álom volt, hogy a 70 éves jubileumát ünneplő sport egyesületnek a lakóépületét, ingatlanát felújítsuk. Úgy néz ki, hogy ez most sikerülni fog, és a sportépületet tudjuk úgy megújítani, hogy a vendég és hazai öltözők is megnagyobbodnak, vizes blokkjuk korszerűbbé lesz, bírói öltözőt kapunk, és kap egy tetőt, magas építésű tetőt, ahol a közösségi termet szeretnénk megvalósítani, ezzel is ugye segíteni a sportolók olyan jellegű együttlétét, hogy nem kell nekik külön menni bárhová, vagy kis helyiségekbe elhúzódni, hanem egy-egy sportolás edzés után össze tudnak ülni és megbeszélni a dolgaikat. A most beadott három pályázatnak mikor lesz az elbírálása? Hát ezek a pályázatok forrás kimerültségig vannak. EHO 20-a, 30-a között van a végleges határidő, amíg ezeket fel lehet tölteni. Én úgy gondolom, hogy egy jó hónapot, ha ráhagyunk, akkor már tudunk róla valamit mondani, és nyilvánvalóan, hogyha az irányító hatóság jóvá hagyja, ezekre a pályázatokra is megjön már az igenlő válasz, és ősszel el tudjuk kezdeni a munkálatokat mind a három pályázatnál. Ha a pályázatok sikeresek lesznek, akkor a sportlétesítmény és a játszótér 8-8 millió forintból, míg a piac kiépítése 6 millió forintból valósulhat meg. Ezeket is civil szervezetek fogják beadni. A Galgamente Szent András Népfőiskola felvállalta a helyi őstermelői piacnak a pályázati beadását. A második Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület vállalta föl a játszótér pályázatának a koordinálását, beadását, az önkormányzattal való együttműködést, és a sportegyesület felvállalta a saját területét, a sport pályázatnak a beadását. A jövőben esetleg, amire most nem írtak ki pályázatot, mi az, ami még fontos lenne a település életében, amit fel kéne újítani? Hát mi nagyon szeretnénk, ha egyszer és mindenkor már megjelenne egy-egy új pályázat, hogy az útjainkat most már azért 12 éve, 20 éve csináltattunk utakat, javítani tudnánk, rendbe tenni. Ehhez a megfelelő előkészületeket meg is tesszük, hiszen az idén szeretnénk, ha két utunk aljzata megépülne, és hogyha esetlegesen nyernénk pályázatot, akkor aszfaltborítással lennének megoldva, és hát folyamatosan mindig előtérbe kerülnek olyan újítások, amikkel igény szerint jelentkezik a faluba. Szeretnénk közparkot létesíteni, még szeretnénk az artézi kútjainkat rendbe tenni, mert Galgahévízen 4-5 olyan artézi kút is van, ami kezdetektől fogva, tehát a falu forrásaiból adódóan is, hogy egy egész vízterületen vagyunk rajta, ők folyamatosan önműködően működtek. Bízunk benne, hogy azért erre az évek folyamán még lesz pénz, pályázat is lesz, ha nem, akkor valamit tudunk, akkor önerőből fogjuk ezeket folytatni, de mindenféleképpen szeretnénk egy olyan kis élhető falut létrehozni, ami bármilyen pályázaton elindulhat, akár egy falu megújító pályázaton is, és talán még ott is sikerül nyernünk. A polgármester hozzátette, az említett pályázatokon kívül van még egy folyamatban lévő, mely térfigyelő rendszer kiépítését tenné lehetővé.